Az Ébredjes Éjjel című dalunk egy kicsit pozitív gondolatokat próbál sugározni, tehát a Sosem Ló Nyár az egy kicsit ilyen vidámabb volt, és próbáltunk ilyen lazaságra koncentrálni. Most viszont igyekeztünk megmutatni azt, hogy volt nekünk egy ilyen mosolynap jellegű kezdeményezésünk, és hogy abban is az volt a lényeg, hogy a szürke hétköznapokból varázsoljunk egy kicsit vidámságot, és hogy egy ilyen kicsi gesztussal lehet segíteni az embereken, és próbáltuk ezt sugározni a dalban is. Ébredj is én, nem kell, hogy félj. A klip folyamán nagyon sok helyre ellátogattunk, az egyik az egy Platós nevű vendéglátó egység, a másik forgattunk ugye ott a Városligetben, a jégpálya, ott nem tudom, az most üres volt, de egy ilyen medence van ott. Meg forgattunk több időben is igazából, mert két időben zajlik ugye a klip. Az egyik az ilyen februári időszak volt, amikor valóban amúgy esett a hó, ténylegesen egy picikét, ilyen rosszabb idő volt, és nem is tudom, a következőt azt valamikor márciusban, amikor már sütött a nap, nem volt annyira meleg, de legalább szép színesek voltak a mi az aranyeső volt benne, meg a fák. Ugye a fele forgatáson nem tudott részt venni, az egyik felében azért, mert annyira beteg volt a hidegtől, tehát a havazás az neki nagyon kapora jött. A másik fele az meg az, hogy nem eltört a lábát, de mit csináltál vele? Részleges szalagszakadása volt, igen, és egy ilyen fekete gipszbe volt, aminek hatására kék volt, bocsánat, színvak vagyok. Sportgipsz volt, igen, kék sportgipsz volt rajta, és ennek hatására ő nem tudott mozogni rendesen, úgyhogy próbáltunk ilyen statikus képeket csinálni, és akkor mi is így lassított felvételbe vonultunk mellette, hogy nagyon gyorsnak tűnjön és mozgékonynak. Úgy kellett mennem, hogy ilyen kamucipő volt rajtam, találtam egy ilyen 46-os cipőt otthon, amit soha életemben nem vettem fel, de most így sikerült úgy, hogy kivágtam a nyelvét, és akkor belefért a gipszem, és akkor úgy mentünk lassan, hogy én közben hogy nyilván így, de lassított felvételbe ugye ez nem látszik, úgyhogy megoldottuk nagyjából. Egy giga meg a nagy koncerttel készülünk a rajongók számára és mindenkinek, aki szeretne eljönni. A Barmenegecsekben június 21-én, és ez olyasmi lesz, mint a tavalyi volt, annyiban más, hogy a nagy lemezünknek a teljes anyaga benne lesz, plusz olyan feldolgozások, amikben lehet bulizni, meg kell mozdulni rá, még Bence is meg fog mozdulni és táncolni fog nagyokat. Ezen felül persze most, hogy meglett az aranylemez, készülünk a második lemezünkkel, hogy próbáljunk neki esni, hogy minél hamarabb kész legyünk ezzel is.